beszélni. Beszélj! Tessék! Kiállít meg! Figyelj! Jó, és az van, hogy lehet, hogy túlreagálod ezt a... Jézusom! A dolgat áll a lábam között! A kibaszott lábam között! Arra vagyunk ítélve, hogy megismételjük a szüleink történetét. Meddig szabad álmodni? Kívánhat-e bárki többet, mint amit a körülötte levő valóság nyújt? Mit jelent az, hogy örökké? Elpusztíthat-e egy élet, amely eljövőben van, egy másik, már létező életet? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Csíki Játékszín ismertetője szerint a Szarügy címmel hamarosan bemutatásra kerülő darab. A három fiatal színész által játszott darab, Tóth Jazz, Borsos Tamás és Tatár Zsuzsa, a felnőtt kor küszöbén álló fiatalok problémáját mutatja be, de ezen keresztül társadalmi problémákra, az útkeresés nehézségeire is rávilágít. A Tóth Jazz által megformált Jill története egy gyakori szülő-gyerek konfliktust ábrázol a darabban. Ő például azok közé tartozik, aki elment egyetemre, de olyan szakra, és azért, mert a szülei azt akarták és ráerőltették. Nekem ebben nem volt részem, hál' Istennek. 18 évesen, tehát a szüleim adtak annyi szabadságot, hogy tényleg azt csináljam, amit szeretek. Viszont így belegondolni ebbe, hogy te el kell menj már pedig erre és erre a szakra, mert mi ezt és ezt várjuk el tőled, vagy teljesítsd be azt, ami mondjuk nekünk nem sikerült. Ugye ezek állandó jelenségek az életben, és nagyon sok ilyen van, hogy a szülő addig mondja, hogy de ezt és már pedig ezt, amíg a gyerekbe beleragad ez az egész, és kénytelen megcsinálni azt, amit kérnek tőle. A pályájuk elején álló színészek számára érdekes kihívás volt a rendhagyó helyszínen zajló munkafolyamat. Nekem nagyon sokat segített, hogy hárman voltunk ebbe a darabba, tehát hogy ez tényleg mindenkinek ugyanannyi dolga van, mindenki ugyanolyan becsülettel el kell végezni a dolgát, és sokkal jobb így csapatba dolgozni. Minél nagyobb létszámmal dolgozunk, annál jobban az energiák elvesznek, széthúznak, egy csomó mindenkinek egyéb problémája van így. Egy kicsit ilyen családiasabban telt ez a próba folyamat, úgyhogy én nagyon szerettem. Sokszor azt nehezebb szerintem csinálni, amit már átéltél, amiben már voltál, mert szerintem hajlamos az ember arra, hogy nagyon ragaszkodjon a saját élményéhez, és nehezen bújjon ki abból, illetve hát bizonyos szempontból nehezebb abban megtalálni a szabadságot, amit már átéltél. Vagy hogyha valami hasonlót kell csinálni. A helyszínválasztás nem öncélú. Az alkotók szeretnék, ha minél több fiatalhoz és minél több olyan emberhez is eljutna a darab, akik nem rendszeres színházba járók. És azt is szeretnék, ha a fiatalok együtt néznék meg szüleikkel, és beszélgetnének később a darabról és az általa felvetett kérdésekről. Együtt jöjjenek. Szülők gyerekekkel. Együtt, mert ahogy azt már az imént is mondtam, szeretnénk, ha a fiatalok felismernék önmagukat, problémáikat a darabban. A szülőknek pedig arra lenne jó, hogy közelebb kerüljenek a gyermekeik érzéseihez. Megismerjék, hogy milyen problémáik vannak, mert sokszor ezekről nem beszél senki otthon. Pedig nagyon jó lenne ezekről beszélni. Ebben segít a darab. A Szarügy című darab fordítója ugyancsak a színház színésze, Dálnoki Réka. Díszlet és jelmeztervező Gergely Ágnes, az előadásban játszott videókat Veres Albert készítette.